Hát már megint Izland. Nyilván felmerülhet a kérdés, hogy mi a fenért jövünk ide már negyedszer. Főleg, hogy egyébként épp egy éve voltunk. És hogy őszinte legyek, mi sem terveztünk ilyen gyorsan visszajönni. Csak aztán tavasszal történt valami, amiről gondolom sokan hallottatok, és amiről úgy gondoltuk, hogy nem tudjuk kihagyni. Az pedig a vulkánkitörés. Ezt bárkinek mondtam, valahogy nem az volt az első reakciója, hogy kitört egy vulkán, menjünk oda. Nyilván tudom, hogy az emberek általában hogy állnak a vulkán kitöréshez, szóval az ilyenkor felrobban, és evakuálni kell a környéket, és nyilván egy nagyon veszélyes dolog. Szerencsére az izlandi vulkán kitörés sok mindenben más, mint mondjuk az Etna kitörése, vagy bármi olyan szigeten történt kitörés, amikor tényleg evakuálni kell a környéket. Szóval itt konkrétan a helyiek ilyen fesztivál hangulatban látogatták ezt a vulkánt, hetekig, hónapokig, és egyébként még a mai napig is ez aféle látványosság lett itt Izlandon. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki menjen oda lábangyalt csinálni, mert ez olyan rohadt biztonságos. Meg lehet látogatni, viszont abban az esetben például, hogyha a levegő kéntartalma nagyon magas, akkor leszokták zárni a területet, tehát azért vigyelnek valamennyire, de nem zárják el az emberektől ezt, hogy megnézhessék. Nem zárják el tőlük a látványt, és tulajdonképpen akár oda is mehetsz, de el lehet azért intézni, hogy az izlandi hírlapok címlapjára kerülj. Például egy pár elintézte azzal, hogy a férfi hátán egy csecsemővel felmentek az egyébként pár hete kifolyt lábára, és sétáltak rajta egyet. Ilyet nem csinálunk. Egyrészt már nincsen gyerekünk, másrészt meg igen, az nem vagyunk ennyire idióták. Egy fontos tényező, hogy nincs nálunk egyetlen darab gyerek sem, de egy még fontosabb tényező az, hogy ezzel több rétű biztonsági probléma is van. Úgyhogy erről majd később lesz még szó, hogy mit nem csinálunk a pár hete kifolyt lábán. A mai napon még Reykjavikban mászkálunk egy kicsit még beszerzünk, kicsit még körülnézünk. A városra úgysem szántunk soha igazán túl sok időt, úgyhogy most még itt járkálunk egy kicsit busszal és gyalog, és holnaptól lesz autónk. Bizú. Anya azt mondta, hogy ha ügyes leszek és felfújom a matracot, akkor kapok hotdogot. Nem, a hotdog nagyon drága itt. A városi barangolást először az élelmiszerboltokban kezdtük, hogy be tudjunk szerezni minden olyan dolgot, amelyet nem tudtunk feltétlen magunkkal hozni egy bőröndben. Ez a lista persze nem volt túl hosszú, hiszen tudjuk, hogy Izland nem az olcsóságáról híres, persze az itteni átlagkereset mellett ezek az árak valószínűleg nem fájnak a helyieknek. Azokat a kellékeket pedig, amiket otthon felejtettünk, be tudtunk szerezni a reykjavíki adományboltban, a Gódi hírnévben. Akárcsak a helyiek, mi is visszajáró vásárlói lettünk a helynek, hiszen szinte filléreket lehet kapni olyan kifogástalan állapotban lévő konyhai eszközöket, játékokat, szerszámokat vagy éppen kemping cuccokat, amelyeket sehol máshol. Nagyon könnyen itt lehet ragadni, mert szinte képtelenség átnézni az összes polcot, rettenetesen sok látnivaló van. A Happy Camper irodájában, ahol fel fogjuk venni az autót, és nem is akármilyen autót, mert hogy a nevükből is kiderül, hogy ez egy camper lesz, méghozzá a legkisebb modelljük, tehát amit látni fogtok, az konkrétan a legkisebb modelljük, és ennél csak nagyobbak és 4x4-esek és egyebek is vannak. Mi egy Happy Camper van autót fogunk vinni, amiben ugye lehet aludni, éjszaka fűtött, van benne áramellátás, tehát van benne egy kis mini konyha tulajdonképpen. Úgyhogy ez nagyon előre viszi ezt a projektet abban, hogy naponta akár több helyszínt is meg tudunk látogatni, illetve tudunk mozogni Izlandot. Mert sajnos az elmúlt pár napban azt tapasztaltuk, hogy ez tömegközlekedéssel azért elég nehézkes, szóval az azoknak jó szerintem, akik több hétre jönnek. Egyébként szuper kis extrákat is lehet kérni az autóhoz, köztük például a wifi-t, ami nekünk elég hasznos lesz. De egyébként lehet kérni még olyan kényelmi dolgokat, mint mondjuk takaró vagy barbecue grill, kempingszék vagy asztal, és egyébként még gitárt is. Szóval, hogy nagyon jól meg lehet fogni ezt a kis hippie hangulatot, ahogy így
kerültek meg Izlandot, és mindenfelé mentek. Úgyhogy én nagyon izgatottan várom, mert évek óta szeretnék egy ilyet kipróbálni, sőt, remélhetőleg egyszer majd egy sajátot is szerezni, de ez lesz az első alkalom, amikor több napot lehet tölteni egy ilyenben számunkra, mert még tényleg soha nem próbáltunk hasonlót, csak a saját kis kocsimban aludtunk egyszer-egyszer, amit mindannyian ismertek, úgyhogy ez mindenképpen egy új tapasztalat lesz. Ez a mi kis lakrészünk az elkövetkezendő 7 nap során. Ugyebár amit lehet látni, hogy van itt egy ágy, ami alattam úgy van egy ilyen kis tároló lekeszünk is. Ez amúgy természetesen ki lehet nyitni, tehát nem csak egy ilyen kis kanapészerű, mert máskülönben nagyon vicces lenne az alvás. De minden esetre van nekünk itt egy csomó evőeszközünk, tányérunk, edényünk, van egy főzőlapunk is, gázrezsunk pontosabban, illetve van egy hűtőnk is. Egy ilyen kis mini hűtő. Van nekünk mosogatónk is, tehát itt rendesen lehet pumpálni a vizet és lehet elmosni az edényeket. Van fűtésünk, amit itt lehet állítani, szivargyújtós töltőnk, rettetesen sok mindent. Tehát, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ennyi minden befér egy kicsi camperbe. Nyilván azért a kicsi ez egy abszolút relatív fogalom, de tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyi minden be tud férni ide. Tulajdonképpen nincs is más hátra, mint hogy bepakoljunk és elrendezzük a dolgainkat. Még nyilván ki kell gondolnunk, hogy az a bazi nagy táska, illetve a másik két táskánk hol fog elférni, de szerintem mindennek meg lesz a maga helye, és kényelmesen el fogunk tudni férni, de utcú neki! Nyilván adódna a kérdés, hogyha már végre megvan az autó, akkor miért nem rohanunk egyből a kitört vulkánhoz. De az a helyzet, hogy most naponta pár órát szivárok belőle a lába, és naponta pár órát tulajdonképpen alszik, gőzölök, vagy teljesen gőzbe burkolózik, és nem látni semmit. Úgyhogy ez az, amit most folyamatosan figyelünk a webkamerákon, hogy mi a helyzet. És amikor előtűnik egy kis lába, azonnal megyünk oda, addig viszont a Reykjanes félszigetet járjuk körbe, amin egyébként a vulkán is van, és amit még sose jártunk körbe, és itt rengeteg tök izgalmas dolog van, úgyhogy most meg is álltunk itt, egy geotermikus mezőnél, ami már most borzasztó látványos, és most meg is fogjuk nézni ezt. Nagyon értem, hogy ez miért nem így a fő-fő látványosságok egyike, mert hogy ennyire epic partszakasz azért még Izlandon is ritka, szóval látunk hasonlót így Vík mellett, de hogy ez azért nagyon látványos. Szóval elképesztően epic volt ez a partszakasz, és az, hogy itt tulajdonképpen a madarak repülési magasságában tudsz sétálni, és ott vannak körülötted. Nyilván valószínűleg ez valamennyire őket zavarja, hogy ide turisták járnak, szóval ha erre jártok, akkor légy ilyen tisztelettel, szóval nem felzavarni a madarakat, ahol éppen lazulgatnak, meg ilyesmi. És nyilván ne tagadjuk le, hogy így volt egy csomó halott madár. Szóval ez is hozzátartozik a dologhoz. Az egy kicsit morbid, hogy turisták így bokáig halott madárban ugyanúgy szelfiznek, mint hogyha ez így nem lenne körülöttük. Tehát, hogy így engem azért egy kicsit ez megrendített. És hát elnézve ezt az egészet, nem tudom, hogy valakit ez megnyugtat, de valószínűleg ahogy felszálltak, sokszor látszott, hogy ez küzdelmes, szóval valószínűleg a szél verte őket oda. És egyébként tényleg nagyon durva, hogy így kirajzanak, és hihetetlenül dacolnak ezzel a széllel, szóval valószínű, hogy ez történt, és nem valamilyen mérgezés, vagy műanyagot ettek, vagy bármi ilyesmi, amire mostanában az ember elsőként gondolna. Érdemes ide ellátogatni, csak hát nyilván megfelelő tisztelettel a felé, hogy ez a madaraknak azért egy lakóhely, egy olyan lakóhely, amit mi emberek tök könnyen meg tudunk közelíteni, ami azért viszonylag ritka.
Amúgy iszonyat tömeg lett Reykjavikban is, szóval már két kempingben próbálkoztunk hiába helyet találni. Mindegyik tele volt, és hát visszajöttünk akkor a kedvenc kempingünkbe ide Reykjavikba, és arra jöttünk vissza, hogy egyszerűen megtelt. Szóval, hogy nem tudom, évekkel ezelőtt, amikor először voltunk itt, talán akkor láttunk ennyi sátrat és ennyi lakókocsit. Konkrétan nem tudtunk beállni a lakókocsi részre a kemperrel, tehát most a sátrak melletti kis parkolóban állunk mi is. Mert hogy annyira sokan vannak, és egyébként az elmúlt években meg idén is azt vettük észre, hogy hát nem igazán a mikorosztályunk csinálja ezt, hogy így kempingezget, így Izlandon, hanem inkább egy bő 10-15 évvel idősebbek, sokszor nyugdíjasok egyébként, és most nem, tehát most abszolút megtelt a kemping fiatalokkal, és nem tudjuk, hogy ez annak köszönhető-e, hogy tegnap péntek volt, vagy hát körülnéztünk, hogy mi lehet a nyitja, és elvileg lenne itt valamilyen diák fesztivál egyetemistáknak, úgyhogy valószínűleg azért telt meg, szóval, hogy valami van, amiből rettenetesen kimaradunk, és nem igazán tudjuk, hogy miről van szó, és egyébként a világ minden tájáról érkeztek. Nagyon sok olasz szót hallani, de egyébként németek is vannak, franciák, szóval nem igazán tudjuk, mert hogyha egy foci meccs lenne, akkor is értenénk, de valahogy nem tudjuk, hogy mi történt. Viszont a vulkános live-on úgy néz ki, hogy előbb ugyant egy kis láva, illetve a görbe is elindult felfelé, és egészen szépen halad. Úgyhogy abban reménykedünk, hogy a mai napon összejött az, hogy megnézzük a vulkánt teljes pompájában, tehát hogy így friss lávástól. Az igazi cél az lenne, hogy egy ilyen brutális láva folyamos történetet lássunk, mert hát az volt egy pár az elmúlt hónapokban, de nyilván azzal is megelégedünk, hogyha csak gőzölögve látjuk, akkor is egy aktív vulkánt látunk, amit azért nem sűrűn, mármint ilyen aktivitásban nem sűrűn lát az ember ilyen közelről. Úgyhogy ez lesz a mai nap programja valószínűleg, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet a vulkánnal végre. Megtörtént. Történt. Csinálja. Csinálja a dolgot. Menjünk. Na jó, siessünk tényleg, amíg csinálja. Útvonalunk van? Van. Szuper. Akkor induljunk. Into your presence.